A lengyel fiatalok nemzeti öntudatát tönkretevő tantervvel állt elő a nemrég felállt lengyel balliberális kormány. Olyan történelmi tényeket színeztek át, amelyek nagyon fontos és meghatározó részei voltak a lengyel fiatalok nemzeti neveltetésének az eddigiekben. Bátori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralkodása, a 14.-15. századi lengyel-magyar kapcsolatok szintén kikerültek a lengyel kerettantervből, de az 1956-os magyar szabadságharc is negatív színben van feltüntetve. A mi hazánk ifjai a lengyel-magyar barátság napján határozottan tiltakozik a lengyel kormány ezen intézkedése ellen, valamint lengyel barátainkat kiállásunkról tudjuk biztosítani, valamint arról, hogy egyetlen globalista kormány sem szakíthatja szét a lengyel-magyar barátság több száz éves múltját. Idén 17. éve, hogy a Magyar Országgyűlés, később pedig a Lengyel Szejm a Lengyel-Magyar Barátság napjában nyilvánította március 23-át. Ugyanakkor 17 évnyi folyamatos megemlékezés is kevés lenne azoknak a bajtársi és baráti cselekedeteknek felidézésére, amelyeket népeink egymás irányába tanúsítottak. A hosszú évszázadok viharain keresztül egy hajóban nevezve álltunk ellent az iszlám térjódításának, valamint vállnak vetve küzdöttünk a 20. század pestisével, a szuverén nemzetállamok legnagyobb ellenségével, a Szovjetunióval és a vörös terrorral szemben. Itt az ideje, hogy nemzetünk szuverenitását megingathatatlan és biztos alapokra helyezzük, hogy szilárd koporsót építsünk nemzetünk ellenségeinek, az életellenes, söpredék ideológiáknak, és örökre megszabaduljunk a neoliberalizmus rákos daganatától. És ha bár jelenleg Európa jövője sűrű kődben úszik, egyet sosem felejtünk. Zavsze razem! Dzień dobry czołem! Jesteśmy tutaj w Budapeszcie pod ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej składamy życzenia wszystkim Polakom, wszystkim naszym braciom i siostrom polskim na świecie. Chcielibyśmy, żeby nasza przyjaźń, nasza historyczna i tysiącletnia przyjaźń przetrwała w tych burzliwych czasach historii. Natomiast jako działacze młodzieżówki Michała Zanku chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia naszym braciom i siostrom z Młodzieży Wszechpolskiej, z którą organizacją już od 2 lat współpracujemy i mamy sojusz. Bracia i siostry, trzymajcie się bardzo. Pozdrawiamy Was serdecznie z okazji tego naszego wyjątkowego dnia. Czołem!